Szeretettel köszöntök minden kedves testvérünket. Ismét találkozunk a szerdai együttlétünkre, kérjük az Úr áldását. Most is Péter apostol levelével foglalkozunk, a második levél következik, a második rész lesz. Örülünk, hogy ti is letelepedtetek, és hogy együtt alkothatunk egy testvéri közösséget. Isten igéjét a Péter apostol második leveléből fogom felolvasni. Az egész részen végig haladunk. A Péter második levele, második rész, első versétől a következőket. De voltak a nép körében hamis proféták is, mint ahogyan közöttetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak közétek becsempészni. Ezekkel megtagadják az Urat, aki őket megváltotta, így gyors pusztulást hoznak magukra. Sokan fogják követni kicsapongásaikat, akik miatt káromolni fogják az igazság útját. Benneteket pedig szép szavakkal fognak kifosztani kapzsiságokban. Ellenük már régóta készen van az ítélet, és nem kerülik el kárhozatukat, mert az Isten nem kímélte meg a bűnbe esett angyalokat sem, hanem az alvilág sötét mélységébe taszította őket, hogy őrizetben maradjanak az ítéletig. Nem kímélte meg az őskor világát sem, hanem csak Noét, az igazság hirdetőjét ő őrizte meg, 8-at magával, amikor özönvízzel borította el az istentelenek világát. Elhamvasztotta és pusztulásra ítélte Szodoma és Gomora városát, intő példaként azoknak, akik istentelenül élnek. Viszont az igaz Lótot megszabadította, aki szenvedett az elvetemültek kicsapongó viselkedésétől, mert ennek az embernek az igaz lelke napról napra gyötrődött közöttük, gonosz cselekedeteiket látva és hallva. Éppen így meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből, a gonoszokat pedig büntetések között tudja megtartani az ítélet napjára. Különösen azokat, akik tisztátalan vágyaik után mennek, és az Isten felségét megvetik, ezek vakmerők, elbizakodottak, akik attól sem rettennek vissza, hogy dicsőséges hatalmakat káromoljanak. Holott még az angyalok sem mondanak ezekre az Úr előtt kárhoztató ítéletet. Jó lehet, erőben és hatalomban felülmúlják őket. Ezek pedig azt káromolják, amit nem ismernek, mint az oktalan állatok, amelyek természettől fogva megfogásra és levágásra valók, de hozzájuk hasonlóan is fognak elpusztulni. Ez lesz gonoszságuk bére. Ezek gyönyörűségnek tartják a naponkénti dőzsölést. A szennyfoltok és szégyenfoltok ők, akik álnokságaikban tobzódnak, amikor együtt lakmároznak veletek. Szemük parázna vágyakkal van tele, és telhetetlenek a bűnben, elcsábítják az álhatatlan lelkeket, szívük gyakorlott a kapzsiságban, átok gyermekei. Ezek elhagyták az egyenes útat, eltévejedtek, és követték Bálámnak, Beor fiának útját, aki a gonoszság bérét szerette. De aki vétkéért feddést kapott, egy néma, igavonú állat emberi hangon szólalt meg, és megakadályozta a próféta esztelenségét. Ezek víztelen források, forgó széltől sodort kötfoszlányok, akiknek a sötétség homálya van fenntartva, mert üres, fellengzős szólamokat hangoztatva testi vágyai kiélésére csábítják feslet életükkel azokat, akik nem régen szakadtak el a tévejgésben élőktől. Szabadságot ígérnek nekik, bár maguk a romlottság szolgái, mert mindenki rabja lesz annak, ami legyőzte. Mert ha az Úrnak és az üdvözítő Jézus Krisztusnak megismerés által megszabadultak a világ förtelmeitől, de ismét belekeveredve azokba elbuknak, ez az utóbbi állapotuk rosszabb lesz az elsőnél, mert jobb lett volna nekik, ha meg sem ismerik az igazság útját, mint hogy azt megismerve elforduljanak a nekik adott szent parancsolattól. De betelt rajtuk az igaz példabeszéd, a kutya visszatér a maga okádására, és a megfürödött disznó sárban hempereg. Kedves testvérek, ez elég nehéz, komoly mondani való, amit itt Péter apostol a levelében leírt. Egy szóval tudnám összefoglalni, és ezt a gondolatot fogjuk kifejteni, hogy van ítélet, hogy Isten végül is megítéli a bűnt és a bűnöst, és hogy a világ nem akar tudni arról, hogy van Isten, sem arról, hogy van ítélet. A hív ember, aki megtér és újjászületik, az tudja, hogy az Úr ítélő Isten, és hogy az Úr hatalmas, de ez az ítélő Isten, szerető Isten is, és gondja van az övéire. Hisszük, hogy az Úr megtartó kegyelme is velünk van. Az Úr ítélő Isten és kegyelmes Isten. Tehát őróla fogunk most beszélni. Péter apostol arra emlékezteti a kedves olvasókat, hogy az Ószövetségben, hogy nagyon sok hamis próféta volt. Már gondoljunk akár Jeremiás korában, vagy más nagy próféták idejében voltak, akik félrevitték Isten igazságát, és emberi dolgokat beszéltek, prófétáltak. És azt mondja Péter apostol, hogy lesznek a keresztjének között hamis tanítók, hamis igehirdetők, akik az igazságtól elszakadnak, és fonák dolgokat fognak prédikálni, becsempészni úgy, hogy óvatosan beadagolni az embereknek. És nekem az az érzésem, hogy abban a korban élünk, amire szintén jellemző, hogy az igazság mellett a hamis dolgok is elhangzanak, és nem is annyira az veszélyes, tudjátok, hogy külső támadás éri a keresztényeket, hanem a belső támadás. Ez a rettenetesebb, hogy emberek előállnak hamis tanítással, megtagadják az Urat, aki megváltotta őket, és végül is hát megítéltetnek, mert eltérnek az Úrnak az útjáról. Tehát, hogy mi is ez a hamis tanítás? Hát azt tudnám mondani nektek, hogy ők fennhangon beszélnek arról, hogy van Isten, hogy van Jézus Krisztus, hogy Jézus Krisztus keresztre feszítették, hogy Jézus Krisztus feltámadt, hogy Jézus Krisztus a mennybe ment. Ezt mind hirdetik, de beadagolnak valamit. És talán így, nagyon hétköznapi módon így tudnám kifejezni, hogy hát nem kell azért mindent annyira komolyan venni. Lehet kicsit lazítani, nem kell a bűnbánattal foglalkozni, nem kell örökösen kitérni arra, hogy valamit elrontottunk, mert már az Úr minden megbocsátott, és az Úr olyan kegyelmes, hogy egy kis ezt és azt is elnéz, egy kis pornót, hát Isten azt mondja, hogy hát igen, az én gyermekeim, hát ők emberek, de hát a kegyelem nagy, hát miért ne? Meg hát egyéb dolog, és hogy egy ilyen szabadosságot, a szabadságot feloldják egy ilyen ócska, hétköznapi, világias életmódra, és hogy a hív ember is hát egy kicsit szabadabban élhet, hát nem kell kolostorba bevonulni, mindenki élje a maga életét, elmegyünk a templomba, és énekelünk, és kiénekeljük magunkból a bánatunkat, meg a rossz dolgokat, és kész. Nem tudom, Ági, te hogy látod ezt? Hát én úgy látom, hogy a hamis tanítás az egy nagyon veszélyes dolog, mégpedig azért, mert nagyon sok követőre talál, és veszedelmet jelent a gyülekezetekre, Isten népére. Valóban, ahogy mondtad, az Ószövetségben is voltak hamis próféták, akik ugye a király tetszésére, akaratára prófétálgattak, sohasem az ítéletet közvetítették, minden nagyon jó lesz, mindig győzelem lesz, és aztán ugye a végén nagyon rossz dolog történt egész Izrael gyülekezetével, mert fogságba mentek, sokan meghaltak, az úton a fogságba is sokan meghaltak, és kevesen voltak, akik visszatértek, és újból felépíthették Isten országát, Jeruzsálemet, a kőfalat, a templomot. Igen, és a nagymellű királyt, aki vonult, akit vittek a néppel együtt Babiloniába, kiszúrták a szemét. Ma is nagyon gyakran akadnak olyan igehirdetők, akik eltérnek a hittől. Legalábbis az Úr Jézus Krisztus és az ige tanításaitól. Az életünk zsinórmértéke, hogy ne essünk áldozatul hamis tanításoknak Isten igéje. Ha a Szentírásban meg van írva, ha az apostolok életébe jelen volt, ha Jézus életében ott volt, akkor én nekem is az szerint kell járnom, és nem a testem kívánságai szerint. A gyülekezetben nagyon sokszor olyan tévtanítók léptek fel, és lépnek fel ma is, akik valóban mindig elmondják azt, ami a történeti része, hogy Jézus meghalt a kereszten a bűnösökért, megváltott, és ezért mi szabadok vagyunk. Valóban így van, hogy Jézus megváltott és szabaddá tett a bűneinktől, de az nem úgy van, hogy bármit cselekedhetünk. amit akarunk, mert semmit sem tagadhatunk meg magunktól, a testi gyönyörűségeket legfőképpen, és hogy az ilyen istentisztelet egy olyan élethez vezet, ami végül is a kárhozatba visz. Jézus azt mondja majd azoknak, akik azt mondják, hogy Uram, hát nem a te nevedbe profétáltunk, tanítottunk. És Jézus azt mondja, nem ismerlek titeket, távozzatok tőlem, gonosztevők. Nyilván ez azokra vonatkozik, akik tanítottak Isten nevébe, szóltak az Úr nevébe, de nem a megszentelődés, nem a szentség útját, nem a Krisztus vérének az erejét, hogy szükségünk van, hogy a skarlátpiros bűneinket hófehérre mossa. Aki nem törekszik a szentségre, ugye a lábmosás története nem véletlenül van a Bibliában, hogy Jézus megmosta a tanítványok lábait, és azt mondta, hogy aki egyszer megfürdött, azért annak szüksége van arra, hogy naponta megmossa a lábait, mert ha nem, akkor meg nem maradhat. Ugye Péter ott tiltakozott, hogy Uram, hát az enyémet nem. Ezek nagyon komoly dolgok, és a ma kereszténysége nagyon is eltért attól, hogy naponta keresse a bűnbánat útját, hogy naponta keresse a Krisztusban való megigazulás, megtisztulás útját. A megtérés, a megváltás élményét azt egyszer éljük át az életbe, de a megtérésünktől az Isten országába való bemenetelünkig, halálunkig, ugye szükségünk van arra, hogy az Úr megszenteljen, és ez egy folyamat az életünkben. Nagyon nagy tévegés az, és nagyon veszedelmes követőkre is talál, amikor azt gondoljuk, hogy megváltattunk, be vagyunk biztosítva, és tehetünk bármit. A korlátlan szabadságot kínálunk, és amit a test kíván, azt megcselekedjük. És ugye az van itt az igében még, hogy sokan fogják követni. Igen. Ezt a kicsapongó életet. Szoktuk így mondani ezt az angol szóval, hogy lájtos keresztény életet. Ezt a lájtos keresztény életet, akik miatt káromolni fogják az igazság útját. És ez a szörnyű dolog, hogy a becsapott testvérek, akiket fejnek fosztogatnak, ugye szép szavakkal fosztogatnak, hogy ezek a megtévesztett embereket látják a világiak, és azt mondják, hogy hát ilyenek a keresztények. Hát mi különben élünk, mint ezek a keresztények. Marják egymást, becsapják egymást, és gonoszkodnak. Tehát ez az Úr neve káromoltatik, akik igen, miatt káromolni fogják az igazság útját, a keresztény életet, és hogy bizalmatlanságot támasztanak ezzel a szidással, káromlással más emberek szívébe, hogy hát tényleg lehet ebbe valami, nem érdemes hinni, megkövetni, mert hát ezek a hívők ilyenek, meg olyanok. És hogy ne hagyjuk, hogy szép szavakkal, mert tudják ezek az emberek, hogy mi tetszik nekünk, meg mit szeretnénk hallani, és kiszínezik a mondókáikat, és úgy beszélnek, hogy elnyerik a tetszésünket, és közben megfejnek bennünket. Itt van szó szerint, hogy szép szavakkal fognak fosztogatni kapzsiságunkban. A harmadik versben, igen. Igen. Fosztogatni, fejni a birkákat. És hogy azt mondja itt Péter apostol, hogy ellenük régóta készen van már az ítélet. És itt az ítélet fogalmán fogunk végigmenni, és az első szám, tehát a mennyei vonatkozásba kezdi, mert az Isten nem kímélte meg a bűnbe esett angyalokat. Tehát megítéli az Úr az úgynevezett szellemi lényeket. Az ítélet itt kezdődik. Az alvilág sötét mélyébe taszította, hogy őrizetbe maradjanak az ítéletig, ez van a 4. versben. Tehát nem csak az embert fogja Isten megítélni, hanem a szellem világban, ahol ott nagyobb világosságban éltek angyalok, fejedelmek, szellemi fejedelmek, mint az ember, és hogy ennek ellenére, hogy Isten ellen fellázadtak, és hogy a gonoszság oda is beférkőzött. Tehát az ítélet itt kezdődik. Aztán folytatja az őskorral, hogy az őskor világában is az Úr egy hatalmas ítéletet hajtott végre, de az ítélet mellett mindig itt van ez a nyomaték, hogy az Úr azért különbséget tesz az ítélet idején, az igaz és a nem igaz között. És a Malakiás könyve is így végződik, hogy az Úr pedig figyelt és hallgatott, és elővétetett egy emlékkönyv, és hogy abba beírták az igazaknak a nevét. És hogy így van ez, hogy ugyan megítélte az őskorban is a világot, de azért különbséget tett az igaz és a nem igaz között, Noé és az elvetemült bűnösök között. Noé és a családja az Isten szemével ítélve, nem emberi vélemény szerint, Isten szerint igaz ember volt. Noé, a felesége is, és a családja is igaz emberek voltak. Én a Noé történetében olyan csodálatos előttem, hogy az Úr az egész családot megtartotta, míg a Lót, az igaz Lót történetében ugye azt olvassuk, hogy a felesége magába hordoz. Igen, majd erről majd mindjárt visszatérünk. De hogy ez csak a Noéval kapcsolatban, hogy milyen csodálatos, hogy az egész család megtartatott, és hogy bár minden elveszett, mindenki, aki Noé körül volt, az istentelen életük miatt, de hogy az ő családja megtartatott, hogy milyen családfő lehetett Noé, hogy milyen papja lehetett a családjának, hogy a fiai, a felesége is, a fiai felesége is mind ott voltak, és megtartattak, és kiléphettek a bárkából egy új világra, és hogy ott volt felettük ugye a szivárvány, a szövetségjele, hogy nincs többé pusztulás. Nagyon nagy mélység van ebbe, és úgy föltenném a testvéreknek, hogy mennyit teszel meg azért, hogy te és a te házad népe megtartassál ebben a nagyon felfordult, nagyon hitehagyott, tévtanításokat követő vallásos világba, vagy mindent ráhagysz a gyermekeidre, te nem erőlteted, te hagyod őket, hogy azt tegyék, amit ők akarnak. Egy kiskorú gyerek nem tudja, hogy mi a helyes, hiszen ezért kiskorú, és rendeli még a törvény is fölé a gondviselőket, a felelősöket. Noéban hatalmas felelősség lehetett a családja iránt, és mennyire hiteles volt Noé élete, hogy a családtagjai Noét követték a bárkába, és nem a hitehagyott világgal voltak. Még a két lány valahogy elment nagy nézen, meg az asszony is visszatekint, de a két veje az Nem tudtak komolyan venni azt, amit Lót mond, azt hitték, hogy viccel. De hát a két lánya is ugye ugyanazt a fajtalanságot követte el, amiben éltek Sodomában és Gomorában, leítatták Lótot is, fajtalankodtak. Úgy gondolom, hogy ez a lelkület bennük élt, és ha mi nem menekítjük ki a gyerekeinket idejébe, az Isten igéje mellé, ha nekünk nem fontos, hogy mind a két kezét, egyik kezét az apja, a másik kezét az anyja fogja meg, hogy gyere, menjünk az Isten házába. Ez a legnagyobb jó, amit kaphatunk az Isten igéje. Ha rájuk hagyjuk, akkor az ítélet lesz az életükön.